100 körös futástövű kezdeményezés eredetileg Ki tud többet futni címmel jött létre a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban majd 40 esztendővel ezelőtt. A 4 évtized alatt változtak a szabályok, mondta György Ferenc testnevelő. Mára két fő kritérium van életben. Hogy addig futhatsz, ameddig bírod, azaz futni tudsz. Ha most már sétálni, vagy gyalogolni kell, akkor abba hagyod a versenyt. Másik szabály, hogy 3 órád van erre összesen. Szerencsére ezt nagyon sokan kihasználják. Évről évre mindig várják a diákjaink, hogy ezt a versenyt kipróbálsák és megpróbálsák magukat. Az idei esztendőben 558 indulója volt a próbának, és bár a szám önmagában becsülendő, mégis kevesebb az eddigiekhez képest. Ez leginkább György Ferenc véleménye szerint a Covid-járvány számlájára írható, mert mérhetően gyengébbek a teljesítmények a vírus támadása óta. Látszik a gyerekek teljesítménye, az online oktatásnak a hátránya, és hogy nehezen lendülnek újból teljesítményre. Az idén összesen 30.820 kört teljesítettek az indulók, ami 61.630 kilométert jelent. És hogy miért vállalkoznak erre a megmérettetésre az iskola tanulói? Az iskolának szerintem ez egy rettenetesen nagy hagyománya, és egy nagyon nagy élmény, mikor az egész osztály és az egész évfolyam egyben van, és igazából együtt küzdünk, hogy lefussunk 20 kilométert, és szerintem ez egy nagyon csodás dolog. Azért vágtam bele ebbe az egészbe, ugyanis a testvérem is a gimnázium tanulója volt, és ő is többször lefutotta ezt a 100 körös futást, és meg szerettem volna dönteni a rekordját. Azért jó ez a 100 körös futás, mert az embernek a tűrés határát fejleszti. Tisztában lehet az ember vele, hogy mennyit bír 3 óra alatt folyamatos futással futni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó a mai világban, mert nem tudok sok lehetőséget, hogy nem tudok sok helyet mondani, ahol ilyen versenyeket rendeznének, csak itt Bonyhádon. A verseny egy kihívás, és aki teljesíti, azok megítélése jelentősen javul az iskola közösségében. Ahogy György Ferenc elmondta, minden induló megkapja a teljesítést igazoló pólót, és a százasok klubjába tartozni dicsőség a Bonyhádi Petőfiben.